kosárlabdában augusztus vége és szeptember első fel a felkészülési tornák ideje. A nyíregyházi kosárcsúr is hagyományosan ebben az időszakban szervez tornát a fiatalok számára. Így van ez idén is, igaz, a mostani két korosztályt érintő rendezvény lebonyolítása kicsit rendhagyóra sikeredett. Az U16-osoknál Debrecen volt a vendégünk, a Nagyváradról volt egy csapat, Szolnokról volt egy csapat, és mi voltunk a házigazdák, színvonalas jó mérkőzéseket játszottuk. Reméljük, hogy minden csapatnak ez jól szolgálja majd a felkészülését. Az U14-es tornánk egy kicsit ez egy ilyen hagyományosra sikeredett, mert ugye vannak mérkőzések, amiket most lejátszunk, azért, mert ugye a csata nem tudta vállalni a következő hétvégét, mert igazából ott lesznek többen. Itt viszont ugye a Nagyváradra szintén le tudtuk játszani az U14-ben is a mérkőzést, ugye a csata DS-ét látjuk vendégül, meg mi, mint házigazdán fogunk most részt venni, és a következő hétvégén pedig jön az MTK, jön az MVS Vadmacskák csapata, jön a Debrecen, és ugye ott ugyanúgy fognak ezek a lányok még mérkőzést játszani. Az NKS játékosai július utolsó hetében a balatoni edzőtáborral kezdték el a felkészülést. Augusztus eleje óta pedig a Szent Imre csarnokában edzenek a kosársuli csapatai. Azok a korosztályok, akik végül is a húzó erői lennének ennek a bajnokságnak, értem ez alatt a felnőtt csapatot és a kadetteket, tehát ők tényleg rendszeresen itt vannak edzésen, nagyon minimális hiányzással tudtuk megoldani, és edzőknél nehezebb a helyzet, mert ők egy napi edzéssel tudunk haladni, mert ugye ott azért elég fiatalok még ahhoz, hogy ők önállóan tudjanak közlekedni, ezért ugye ott mindenféleképpen a szülőre van hagyatkozva a gyerek, ezért ugye náluk egy kicsikét rosszabb százalékú az edzésre járás, de ők is azért mindent megtettek annak érdekében, hisz napi edzés azt meg tudják oldani. A nyíregyházi kosársuli felnőtt csapata az előző idényben az amatőr NBA zöld csoportjának második helyén végzett, így bejutott a rájátszásba. Ezúttal szerényebb célokért lép majd pályára a csapat. Az előző évhez képest 9 játékosunk az, aki nem fog ebben az évben pályára lépni, ki azért, mert tanulmányokok miatt, a többség az leginkább azért Budapesten fog tovább tanulni. Egy-egy középiskolásunk hagyja abba a tanulmányokok miatt. Az igazság, hogy nagyon sajnáljuk, de olyan helyre szeretnének tovább tanulni, ahol nagyon fontos az, hogy a megfelelő pontokat tudják vinni, meg esetleg még nyelvvizsga is hiányzik. Volt ugye sajnos sérültünk, a Varga Kamilla visszament Sopronba, tehát innentől kezdve kicserélődött majdnem az egész csapat. Általában így vagyunk, egy-két évig jó, azt mondtam, megint elkezdünk építkezni, szintén megpróbáljuk föltölteni úgy a utánpótlásból a csapatot, vagy megpróbálni úgy beiskolázni, talán egy-két gyerek marad itt Nyíregyházan, és akkor abban próbáljuk majd felvenni a versenyt a következő évadban. Az NK és az amatőr NBA egy piros csoportjában indulhatott volna az előttünk álló idényben. A klub vezetése azonban kérte, hogy a játékos állományban történt változások miatt a fehér csoportba sorolják be a csapatot.